Agubodikát egyik sarkában sorakoztak a zsákok tegnap, akik összeszedték a bennük lévő szemetet, ők pedig a Bemiskola diákjai voltak. A Teszed akcióhoz most is csatlakozik Cegléd, a szervezett szemétszedés csütörtökön lesz, viszont a Bemiskolában akkor sport és egészségnapot tartanak. Ezért úgy döntöttek, a földnapján indulnak el és tisztítanak meg egy területet. Ez a Gubodi Park volt, ott viszont gyorsan végeztek, ezért sétáltak át a Kölcsei térre. Itt már sokkal több szemetet találtak. Az az igazság, hogy a gyerekekben is az a vélemény formálódott meg, ami jó magam véleményét is tükrözi, hogy az csak egy mozdulat lenne, hogy a szemetet elvigyük a kukákig, mert van belőle szép számmal. Ellenben most elég sokszor le kellett hajolni, mert a sörös dobozoktól, az energiaitalos dobozokon át, a cukros csokis papírokig gyakorlatilag találtunk mindenféle földi nem jót. A fiatalok osztályfőnökükkel most megtapasztalhatták, hogyan és mivel szennyezi és csúfítja a környezetét az ember. A környezetvédelemre azonban természetesen az oktatási intézményekben is igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni. Bár valóban környezetre vigyázó generációt nevelni hosszú feladat. Ehhez generációk kellenek, azért is szeret részt venni az iskola a programban, mert igazából, ha mi úgymond elérjük azt, hogy a gyerekek, a tanulók ne szórják el a szemetet, annak pedig az a módja szerintünk, hogy felszedetjük azt, amit mindegy, hogy ki szórt el, én bízom, hogy nem ők szórták el, mert viszonylag rendszerető osztályon van. Ha felszedetjük velük, akkor bízom benne, hogy úgy fogják nevelni a saját gyerekeiket, hogy ők már jobban fogják óvni a környezetet, mint a jelenlegi generáció. A fiatalok és oktatójuk tehát nem csak a vállalt Gubodi kertet tisztították meg, a Kölcsei térre is elsétáltak, és természetesen a két park közötti területen is megálltak, mert sajnos szükség volt rá. Még a kukatárolók környéke is sok feladatot és szednivalót adott. Annak ellenére, hogy ott pont kéznél lenne a kuka.